Április 3-ától átalakuló autóbusz közlekedése. A kórháznál találkozott a helyiekkel Kis Sándor és Kunhalmi Ágnes. Újra városunkba látogattak a szurkolók az Állatokért csapat tagjai. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Új menetrend szerint közlekednek vasárnaptól településünk autóbuszai. A változással a helyi járművek futás teljesítménye mintegy 20 000 kilométerrel növekszik. A városi buszok számára a helyközi vonalak eszközei nyújtanak plusz segítséget, amelyeket helyi bérlettel, illetve díszszabással vehet igénybe Ózd utazó közönsége. Április 3-ától új menetrend szerint közlekednek városunk buszai. Korábbi híradónkban már beszámoltunk róla, hogy változások fognak történni a helyi közösségi közlekedésben. Ózdváros önkormányzata és a szolgáltató az elmúlt időszakban folyamatos tárgyalásban álltak, hogy a lakosság számára a lehetőségekhez képest a legjobb megoldással szolgálhassanak. Ennek eredményeként a képviselőtestület a járatok bővítése és a költségek szinten tartása érdekében egy új menetrend elfogadásáról döntött. Az átszervezés egyik legfontosabb része, hogy a helyközi járatok is besegítenek a helyben közlekedőknek az utasok szállításában. Így az előzetes számítások szerint mintegy 20 000 kilométerrel is növekedhet a helyi járművek futás teljesítménye. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy április 3-ától a helyi járatok az új menetrend szerint fognak közlekedni. A menetrendben nem csak az időpontok változtak, hanem egyes járatoknak a járat számai, és a járat útvonalában is történt minimális változás, és a helyközi járatoknak a menetrendjében is vannak időponti változások. A legtöbb embert a kórház környéki forgalom módosulása érinti. A jövőben ezt a területet egyenletesebben közlekedő, több járattal lehet elérni. Itt a helyi buszokat kiegészítik a helyközi viszonylatban járó domaházi és farkasjuki járművek is. Szenna és az új köztemető kiszolgálásában résztvevő 74-es számú vonal körjárattá alakul. Továbbá Sírkert irányában a Bánréve felé tartó akteleki autóbusz szintén betérőt tesz a Kőalja útra. További átalakulás érinti Centert, Somsájt, Urajt, valamint Susát. Ezeken a helyi vonallal közös helyközi szakaszokon a vonal, illetve az összvonalas bérletek teljes körűen alkalmazhatók a közlekedésre. Ami még fontos dolog, hogy a helyközi járatok ezen túl helyi díszszabással használhatók. Ez azt jelenti, hogy lehet rajta jegyet váltani, és lehet a helyi bérlettel felszállni a busz belterületén a helyközi járatokra. Ez pontosan meg van határozva, hogy mely azok a helyközi járatok, amelyeket helyi járattal, helyi járatos bérlettel lehet használni. Az utazó közönség bővebben tájékozódhat a www.ozd.hu, illetve a www.volánbusz.hu/ozd weboldalakon. Az új menetrendeket a megállókban még hétvége előtt kihelyezik, ahogyan a papíralapú tájékoztatókat is pár napon belül készhez kaphatják városunk lakói. Szerkesztőségünk megkereste a Volánbusz munkatársait is a témával kapcsolatban, de csupán azt az információt kaptuk, hogy honlapjukon minden tudnivalót megtalálhatnak az érdeklődők. Az illetékesek a lakosság türelmét kérik, ugyanis a módosítások sok menetirányt érintenek, a hagyományostól eltérnek, így mindenképpen időbe telik, ameddig mindenki megszokja az új menetrendet. Az Almási Balopál Kórház bejáratánál tartott lakossági fórumot Kis Sándor, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje és Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke. A programon cáfolták azokat a tényeket, amelyet a Fidesz állít róluk, valamint kifejezték, hogy amennyiben nekik szavaznak bizalmat az emberek április 3-án, úgy semmiképp nem fog bezárni az egészségügyi intézményt. Az Almási Balogh-Pál kórház előtti területen gyülekeztek az ellenzékkel szimpatizálók, hiszen lakossági fórumra várták az érdeklődőket. Az eseményen elsőként Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, az MSZP társelnöke szólt a megjelentekhez. Szerinte Kis Sándornak megválasztás esetén az emberek létbiztonságának megőrzése lesz a legnagyobb feladata.
Ezért van egy nagyon erős nyugdíjemelési programunk, nagyon erős béremelési programunk egészségügyben, oktatásban, rendészetben és a szociális területen, hogy a panelprogramot és a kádárkockák felújítását, amit a Fidesz elvett 2010 után az emberektől vissza fogjuk hozni, hogy a minimálbér adómentességével azonnal 30 ezer forintot ott kell hagyni az embereknek, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni kell. Tehát ez egy olyan csomag, amely abban segít, hogy a háború okozta negatív gazdasági hatásoktól megmentsük a magyar társadalmat. Ma nem látok ennél fontosabb dolgot, ebben a térségben is. Ez egy olyan dolog, amire szavazzanak bátran, ezt meg fogjuk valósítani, és a garancia Kis Sándor, hogy ez a pénz, ez biztos, hogy érkezni fog ebbe a térségbe. Ezt követően Kis Sándor hat párt által támogatott az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje következett. Elmondta, hogy az akciójuk figyelemfelkeltő, hiszen számos pletyka terjedt az utóbbi időben a kórház bezárásával kapcsolatban. Bár a létesítmény főigazgatója tett egy nyilatkozatot, a megfogalmazás nem győzte meg őket arról, hogy az intézmény valóban nem lesz bezárva. Tény, hogy ma jelenleg a Ózdi kórházban a műszaki és a gazdasági személyzet már egy miskolci kórházban van állományba felvéve. Tény, hogy naponta megy egy személyautó Miskolca, hogy orvosokat hozzon rendelni és délután viszi vissza. Mi attól félünk, hogy ezek a folyamatok nehogy azt okozzák, hogy a végén valóban be kell zárni az Ózdi kórházat. Kiemelték, hogy amennyiben nekik szavaznak bizalmat az emberek április 3-án, úgy semmiképp nem hagyják bezárni az egészségügyi intézményt. Áprilisban indítja házhoz menő zöld hulladékgyűjtését a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltató Nonprofit Kft. Ehhez a lakosság rendelkezésére álló 240 literes zöld gyűjtőedényzet vagy a vállalat által ingyenesen biztosított gyűjtőzsák használható. Ezekbe kizárólag falevél, ágnyesedék, levágott fű vagy gyom kerülhet. Közterületet nem szennyező módon a zsák mellé kihelyezhetőek a nagyobb faágak, legfeljebb 2 cm-es átmérőig, 1 méter hosszúságúra feldarabolva. Fontos, hogy a faágakat kötegelve kell kirakni. A háztartási vagy egyéb nem odavaló szemetet nem viszik el a dolgozók. A további részletekről, illetve hogy mikor melyik utcából szállítják el a zöld hulladékot, az a weboldalukon elérhető 2022-es naptárból derül ki. Itt a szolgáltatási terület főre kattintva, Ózdot kiválasztva jelenik meg az aktuális dokumentum. Újra városunkba látogattak a szurkolók, az Állatokért csapat képviselői. Ma 7-es telepet térképezték fel, és beszélgettek az ott lakókkal a helyes állattartás szabályairól. 9 gazdátlan kutyát szállítottak el, akik állatorvoshoz kerülnek pár napon belül. A céljuk az, hogy minden olyan kóborebet befogjanak, akik egyedül bolyonganak a telepen. Legutóbbi látogatásuk alkalmával a szurkolók, az Állatokért csapat aktivistái adománygyűjtést szerveztek az egyik bevásárlóközpont parkolójában. Többfajta árucikket lehetett megvásárolni, melyekkel a helyi ebb telepet segítették. A tagok gyakran megfordulnak városunkban. Legutóbb februárban jártak itt, amikor is több módon igyekeztek felhívni a figyelmet a felelős állattartás módjára és fontosságára. Már sokadik alkalommal járnak itt a szurkolók 7-es telepen. Az a cél, hogy 7-es telepet megszabadítsuk a kóborkutyáktól. Tehát itt, hogyha tudunk bizonyítani, akkor azt gondolom, hogy bárhol máshol a Magyarországon ez menni fog. Tehát ez a cél. Közben elmagyarázzák itt a szurkolók a felelős állattartás szabályait az embereknek. Ugye változott az állatvédelmi törvény. Ezeknek a változásoknak is felhívjuk a figyelmét a lakosságnak, hogy hogyan és milyen módon lehet az állatokat tartani, úgyhogy ne legyen az törvénybe vagy szabályokba ütköző. Különböző szervezetekkel tevékenykednek együtt, több ilyen akciót bonyolítottak már le a segítségükkel. A kiválasztott tebeket pár napon belül állatorvoshoz viszik. Vannak olyan kutyusok, akiken látszik, hogy komolyabb problémájuk van, így őket rögtön kórházba szállítják. Egy pár hét múlva újra visszatérnek a területre állatorvossal, aki oltani és csippelni fogja a gazdával rendelkező kutyákat. Emellett az itt lakókkal beszélgetnek a felelős állattartás feltételeiről. Nem fogunk elvinni gazdáktól kutyát, hogyha ők belemennek ebbe az oltás csippezésbe, és mi azt szeretnénk megoldani, illetve megmutatni a világnak, hogy akarattal és tudással, illetve tényleg megértéssel és az állat felelős állattartásra felhívni a figyelmet, meg lehet oldani egy olyan problémát, mint 7-es.
A csapat ma 9 kóborebet vitt el magával. A szervezet tagjai felvilágosítást adtak a jelenlegi szabályozásokról, és több fontos dologra is felhívták a kutyatulajdonosok figyelmét. Többen együttműködőek voltak, így próbálnak ezentúl odafigyelni a házi állataik tartási körülményeire. Közel 50-en jelentek meg a mai véradáson a civil házban. Minden hónap utolsó szerdáján megnyílik az intézmény ajtaja, ahol a Vöröskereszt munkatársai várják a helyieket. Egy alkalommal 4,5 deciliter vért vesznek le a donoroktól. Ezzel a mennyiséggel akár 3 ember életét is megmenthetik. Emellett saját szervezetünkre is jótékony hatással van az új vér képződése. Különböző csokoládét kóstolhattak ma azok, akik segítő szándékkal érkeztek. Az egészséges véradók járnak vért adni, és azért is jó a véradás, mert hogy egy információt kapunk az aktuális egészségügyi állapotunkról, hisz itt van egy hemoglobin szint szűrés, amikor megnézik a vérnek a vastartalmát, és ezután dönt az orvos arról, hogy valaki adhat-e vért abban az állapotában, vagy pedig nem, és várni kell a következő véradásig. Vásárlási kedvezményekkel is jutalmazzák a kultúrabarát ózdiakat a Kultúrpáholy elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően. A több hónapon át tartó akció az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Továbbá kultúrabarát helyi vállalkozások között létrejött együttműködés eredménye, amelyhez már most is lehet csatlakozni. Aki szeretne ebben részt venni, az az olvasó jegypénztárában, továbbá kultúra@omekost.hu e-mail címen kérheti az ingyenes, névre szóló Kultúrpáholy kártyát. A programban szereplő rendezvények napján ennek birtokosa Ómék logós pecsétet kap, amennyiben egy adott esemény része a Kultúrpáholynak, azt szövegesen és a program plakátján is feltünteti. Egy családon belül több kártya is igényelhető, az akcióban pedig nem csak felnőtt, hanem gyermekeknek szóló rendezvények is szerepelnek. A helyi kultúrabarát vállalkozásoknak köszönhetően garantált ajándékot és értékes kedvezménykuponokat szerezhetnek a tagsággal rendelkezők. Ám az Ómék egyéb módon is honorálja a kultúrát kedvelő közönséget. Az első kedvezményeket 5 pecsét után kaphatjuk meg, 10-15 és a maximális 20 pecsét után a 2023. január 22-i Magyar Kultúra napján egy gála vacsorára lesznek hivatalosak azok, akik 20 rendezvényt látogattak a Kultúrpáholy programban. Különleges produkciót láthatnak az ózdiak április 1-én az olvasóban. Az intézmény színpadán ugyanis a gödöllői Urban Verbunk táncosai lépnek fel. A társulat tagjai a Rózsa Sztori című előadásban Rózsa Sándor életét jelenítik meg. A belépőjegyek a Dériné programnak köszönhetően rendkívül kedvező áron válthatóak meg. Tradicionális néptánc alapokon nyugvó koreográfiával, akrobatikus elemekkel fűszerezve tárul elénk pénteken Rózsa Sándor élete. Az Urban Verbunk társulat első egész estés előadását, a Rózsa Sztorit az Olvasó Színház termében láthatja a közönség. A délután 5 órától kezdődő produkcióban harci táncok, éles kések, továbbá minden a szemünk elé tárul, ami a hajdani betyárvilágot jellemezte. Az előadásban a társulat művészeti igazgatóját Tóth Juditot is láthatja majd az ózdi közönség. Az a hihetetlen dinamika, lehengerlő energia, azt hiszem az az első, ami megfogja a nézőt. Ez nyilván a férfi főszereplők megjelenéséből és erőbedobásából származik. Ugyanakkor ez a magyar néptáncnak is sajátossága, a dinamikai, a figuratív sokszínűség és a lehengerlő energia. Na most a maga a témaválasztás is egy ilyen hihetetlen erőt sugárzó téma, maga a személyisége Rózsa Sándornak, aki egy kicsit úgy fogalmazhatnék, hogy ő is egy hétköznapi hős volt. Nekünk mindig fontos a műsoraink témaválasztásánál, hogy legyen aktualitása, legyen a jelen számára is mondani valója annak a darabnak. Az Urban Verbunk társulatot 2019 végén hozták létre Gödöllőn. Tagjai a magyar néptánc művészet kiemelkedő szereplői. Rangos hazai és nemzetközi fórumok, továbbá sportesemények rendszeres fellépői. Korábbi produkcióik egyike az Elemek tánca is, amelyben egyszerre van jelen a tűz, a víz, a levegő és a föld. Persze számos egyéb előadás szerepel még repertoárjukban. A mostani Rózsa Sztori című produkcióra igen kedvező áron válthatnak jegyet az érdeklődők. Na, ha megnézzük ennek az előadásnak az
általános jegy árait, akkor azért ilyen 3-5 ezer forint közötti darabárral lehet számolni, helytől függően. Nekünk van egy olyan jó lehetőségünk a Dériné program keretén belül, hogy nagyon kedvezményes 200 forintos egységáron tudjuk adni ezeket a jegyeket az előadásra, ami most pénteken lesz, és igazából bárhová lehet érkezés sorrendjében helyet foglalni. Az Urban Verbunk Rózsa Sztori című produkciója az első, amely már részt vesz a Kultúrpáholy programban. Az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. És a helyi vállalkozások együttműködésének köszönhetően ugyanis a résztvevők megszerezhetik első, Ómék logóval ellátott pecsétjüket tagsági kártyájukba. Így a pénteki előadás közönsége nem csak egy felejthetetlen élménnyel lehet gazdagabb, hanem további előadások által különböző kedvezményekben is részesülhet. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Új menetrend szerint járnak vasárnaptól településünk autóbuszai. A városi buszok számára a helyközi vonalakon közlekedő járművek nyújtanak plusz segítséget. A kórháznál találkozott a szimpatizánsokkal Kis Sándor és Kunhalmi Ágnes. Nyomatékosították, hogy ha ők kerülnek hatalomra, nem zárják be az egészségügyi intézményt. Újra városunkba látogattak a szurkolók, az Állatokért csapat tagjai. Ez alkalommal Hétestelepet térképezték fel és beszélgettek az ott lakókkal a helyes állattartás szabályairól. Az Urban Verbunk látványos produkciójával várják a közönséget az Olvasóban, amelyben Rózsa Sándor élete elevenedik meg. A Rózsa Sztori a Kultúrpáholy program első darabja. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Csütörtökön egy mediterrán ciklon hatására kiadósabb eső érkezik. Délután a déli délnyugati tájakon záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat. Borult, az előző napokhoz képest több fokkal hűvösebb idő lesz. Térségünkben napközben 11 fokot mérhetünk, majd hajnalban 8 fok várható. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban, a krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően Választás 2022 című magazinunkat ajánlom figyelmükbe, amelyben Papp Ferenc, a Magyar Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje mutatkozik be. Bukovinszki Zsolt élőadásban várja Önöket. Friss hírekkel holnap is ugyanebben az időpontban találkozunk, tartsanak velünk akkor is. Szép estét kívánok, viszontlátásra!